Azt mondta, hamar is rendben lesz. Így aztán rendben lesz. És mosolyog, már megint igaza lett. A háttérben pusmogok, befúzzák fülüket, farkukat, és én ott ülök mellette, ő pedig bekap egy falatot a tányérjából. Istenem, milyen csodálatos étvágya van a Marisnak. Egészen tárgyilagosan megjegyzi. Látod, Jucus? Pillanatig se kellett volna izgunod. Én mindent előre láttam. Bujkál egy rejtett mosoly a szarkalábai között. Az értünk végzett munka, a gódalom rajzolta a szemek köré. Ott lesz ez a finom halovány redőcske, amiből tudom, hogy nem bírál, hanem dicsére. Elégedett, nyugodtan hátradőlhetek, és a többiek mind ráébrednek, hogy Amar is eredményeihez én is kellettem. Azonban nem vagyok dicsekvő típus, amúgy sem jött el ennek az ideje. Az a vacsora akár heteket is várhat magára. Addig pontosan követem az instrukciókat, amelyek most egy kicsikét késnek, ami furcsa. De tekintve az elfoglaltságát, ezt a késést nem lehet felróni neki, hiszen zseniális agya minden bizonnyal értünk pörög, és a legjobbat hozza ki számunkra. Oda teszek egy teát, felforra a víz, beleöntöm abba a cégjelzéses öblös csészébe, amelyet tőle kaptam, belelógatom a filtert, fekete tea, néha gyümölcsöset iszom, most ehhez van kedvem érezni az aromát, amit nem rontok el cukorral, csupán pirinyó mézet teszek hozzá. Kevergetem, még amíg tüzes, mikor kortyolgatom, még eti a szám, vaníliás karikát majszolok hozzá, és a telefont figyelem. Csönd van, az utca kihalt, álmos fény harabdálja a hirdetőoszlopot, a postás kerékpározik, jó napja lehet kevés küldeménnyel, belátható távon lesz száll. Behúzom a sötétítőfüggönyt, de csak félig. Hol a szofán csücsülök és kortyolok, hol az ablakon nézek kifelé. Gizus hív, azt mondja, ne legyek bolond, szaladjak a rendőrségre, tegyek őszinte feltáró vallomást, ezzel csökkenthetem a bajt. Beszélt egy munkatársának az anyossával, aki a fővárosban bíró, azt mondta, hogy gyorsan kell lépnem. Persze Gizus nem érti a lényeget. Túlzásba viszi az aggódást, és haragszik Kamarisra, sőt, ha jobban belegondolok, akkor ez intrika lehet. Azt mondta, hogy Amaris önző és önfejű, mindenki fél tőle, ha valaki ellenkezik, annak leordítja a fejét, sőt, ellehetetleníti. Hiszen remek kapcsolatai vannak, és nem rest használni azokat. Persze Gizus nem veszi figyelembe, hogy Amaris zseni hatalmas erővel, olyan az agya, mint egy szuper számítógép, és soha nem téved. Igaz, voltak nehézségek, de azok nélküle rosszabbul sültek volna. Ő a vastag törzsű fa a viharban. Gizus szerint ez nem a Maris erejéről szól, hanem a gyengességünkről, és azt is mondta, hogy a Maris ugyan halálra dolgozza magát a közösségért, és ha nem tenné, akkor senki más nem venné erre a fáradtságot, de nézzem már meg, hogy mekkora árat fizetünk ezért. Csordaként terel minket, juhok nélkül csak botos ember lenne, és miközben a zöld füvek felé vezérel, senki nem szólhat, hogy inkább takarmányt vásárolnánk. Mert akkor nem kellene bégetnünk a hőségben. Nem dughatjuk össze a fejünket, mivel a sértés lenne ránézve. És aki így viselkedik, az bizony kiközösíti. A többiek undort tettetve kilőkik maguk közül, hiszen célról és stratégiáról, módszerről és eszközről, és persze az egy főre jutó legelőterületek méreteiről, csak is a Maris dönthet egyedül olyan határozottsággal, hogy fel sem merülhet annak kérdése, ő miért a patak melletti rétet kapja. Mert aki ilyesmit kérdez, az mehet az erdő szélére.
ha pedig elkapják az oddasok, a Maris felemeli az ujját, meg köszörüli a torkát, és kijelenti. Látjátok? Mindezt magának köszönheti. Jézusnak elment az esze, ráadásul a hasonlatai is zavarosak, mindannyian pénzügyekkel foglalkozzunk, a Maris siker a mi sikerünk. Csak és egyedül az az út létezik, amit kijelölt számunkra. Mindössze azért kell izgulnunk, hogy sokáig egészségben éljen, mert nem kell összeomlik a szisztéma, felüti a fejét a káosz, a romlásba rohanunk. Jézus hívása azért is zavar, mivel az, hogy szobáltam vele, nem volt lojális tőlem. Szerencsére nem az utcán, vagy a hivatalba jött oda hozzám, ahol a Maris megláthatta volna. Vagy bárki megláthatta volna, ami ugyanaz, hiszen ő mindenről tud, sokszor már annak előtte, hogy az megtörtént volna. Feltárcsázom a Marist, picsöng, megszakad. Ebben nincs semmi meglepő, hiszen mondta, hogy ne hívjam, majd keres, miután mindent rendbe tett. Az pedig sok munkájába kerül drága a Marisnak, hiszen ott van az a rengeteg papír, amit aláírtam meg az emberek, akiket ki kell fizetni. És meg is oldja, mert a pénz megvan, sőt, sokat fialt, jól forgatta, nem beszélhet róla, kinél és hogyan, de utalt rá, politikai szál van a háttérben, és ez garantálja, hogy mindenki elégedett legyen, és a hajam szála se görbüljön. Nem mondott többet, ezzel is engem védett. Körültekintő volt, mint mindig. Büszke vagyok rá, hogy engem választott ehhez a művelethez. Igen, ez a katonás, ezt a katonás kifejezést használta. A fegyveres erőknél szolgálna, akkor tábornok lenne, és micsoda tábornok. Úgy figyel, úgy gondolkozik, ahogyan senki is beszélni is nagyon jól tud. Naponta több órát egyeztettünk, mindig a rendelkezésemre állt, és akkor erőt öntött bennem, belém szinte oroszlánnak éreztem magam. Amikor tárgyaltunk, alig tudtam elhinni, hogy ennyi időt fordít rám, azt mondta nélkülem, nem menne semmire. Legalábbis ez az üzlet, amelyen mindannyiunk jövője függ, rajtam áll vagy bukik. Garantálja a sikert, nekem azonban rendületlenül ki kell tartanom, mert mindennek ez az alapja. A hitemtől és a bizalmamtól függünk. Régen hallottam ilyen szépet, korábban csak könyveltem, és apróbb ügyeket intéztem. A férjem elhagyott, a gyerekek rám se néztek, és egyszerre felfigyelt rám a főportak előtt cigarettázás közben. Talán az is benne volt, hogy ő is egyedülálló, azonban nem olyan gyenge és bizonytalan, amilyen én vagyok, ő igazi harcos. Gizus tanknak csúfolja a hátam mögött is, bár felháborító ez a tiszteletlenség. Egy rakás ormotlan vashoz hasonlítani, az erős ellenállhatatlanság tekintetében valóban van némi páncélos szerű a Marisban. De már túllépett a nőiesség sérülékeny burkán, már egy olyan csodálatosan hatalmas erő, ami az egyik az ésszel alig felfogható csodáknak. Ismét megcsörgettem, közben szégyeltem magam a gyengességemért, de a Gizus ismét felzaklatott, azt mondta a pénzügyi nyomozók, házkutatást tartottak az irodába, és minden iratot elvittek. Amar is pedig kikérte magának a feltételezést, hogy bármiféle köze lenne hozzám, és az általam szervezett pilótajátékhoz. Ez a házkutatásos dolog idegesítő. Gézus szerint több milliárdos kárról beszélnek, és jobb, ha nem megyek ki az utcára, mivel előbb-utóbb a sajtóba kerül az ügy, és az emberek meg fognak verni, mert elsikasztottam a pénzüket. Hiába mondtam a Gézusnak, hogy nálam egy fillér sincsen, én a készpénz az utolsó petekig átadtam a Marisnak, de nem hivataloskodtunk ennél többet, mivel ez így szokás a politika miatt, egyébként meg az ő szava garancia. Délután 4 van, kint továbbra is gyér a forgalom, főzök egy újabb teát, a gyomrom fáj, félek, hogy valamit elrántottam, és a Maris megharagszik. Kár volt ennyit fecsegnem a Gizusnak, le kellett volna tennem a telefont. Boldogságban úszom, az előbb hívott, ismeretlen számról, és mindent megbeszéltünk. Bevallottam a kételjeimet, és kinevetett.
azt mondta, teljesen érthető, hogy ebben a fázisban feszült vagyok. Jézussal ne törődjek, gondja lesz rá. Ó, én balga kételkedtem, de ő ennek dacára is bízik bennem. Új tervet kovácsolt, egyeztetett a kapcsolataival, és mivel botrány van telistelével a Facebook, módosítani kell a terveinken, a korábban kifundált elsimítás már nem jöhet szóba. Kérdezte, hogy a régi gyógyszereimből maradt-e. Igen, örült neki, amikor mondtam, hogy van még egy doboz Xanax, antidepresszáns, és az altatóval is bősséggel el vagyok látva. Azt mondta, figyeljek rá, és kövessem pontosan, amit mond. Ne habozzak, mert az időzítésen múlik minden. Ahogy letettük, vár 5 percet, és küldi a mentőket. Ha beszélgetésünk után elkezdem beszedni a tablettákat, minél többet annál jobb, pont addigra leszek eszméletlen, amire kiér a rohamkocsi. Utána rendbe hoznak, kicsit pihenek a pszichiátrián, végül is már jártam ott, tudom, hogy mi a dörgés. Aztán ebbe a mi közös ügyünkbe beszámíthatatlannak nyilvánítanak, sőt, lerokkantosítanak, szerez egy jó állást, pénzügyi gondjaim se lesznek. A drága azt is a lelkemre kötötte, nyissam ki az ajtót, miután beveszem a gyógyszert, hogy a mentők simán bejussanak a lakásba. Nagy izgalomban vagyok, az ajtót kinyitottam, a gyógyszereket bevettem, de félek tőle, hogy esetleg lejárt a szabadosságuk, és kiment belőlük a hatóanyag. Állok az ablaknál, érzem, kezdek émelyegni és álmosodni. Nem hallom a mentő szirénázását, persze lehet, hogy csöndbe jönnek, ne zavarják a szomszédokat. Az üvegnek támasztom a homlokomat, látom, hogy egy rendőrkocsi áll a ház elé, nem értem, mentőnek kellene lennie. Persze lehet, hogy a gyógyszer miatt halucinálok, 2 egyenruhás száll ki, a házszámot nézik. Amikor meglátják az enyémet, az egyikük elmosolyodik, biztos beszélt vele a Maris.